A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Székesfehérvár kulturális életének egyik meghatározó alakja, aki közel 40 esztendeje érkezett városunkban, pontosan 1986-ban a Pelikán terem művészeti vezetője volt, aztán a Gárdonyi Géza Művelődési Ház igazgatója 2005-től, és én azt gondolom, hogy színházi rendezései, dráma és meseíró alkotásai köszönhetően a kiemelkedő személyiség mindenképpen. Most azonban egy új könyvéről, két új könyvéről fogunk beszélgetni. Vendégem Adorján Viktor, szervusz! Örülök, szervusz! Szervusz! Jó estét kívánok a nézőt! No, hát most az Életút interjútban már megbeszéltünk Jószerivel mindent, most azonban ez a két könyv, azt hiszem, hogy ez meglepetést keltett, abban az értelemben legalábbis, hogy itt a könyvhéten is nagy érdeklődésre tarthatott számot, a második kötet. Viszont először, mivel ez egy folytatása az elsőnek, beszéljünk a Világváltó neve nincsről, a meselegényről, mert hogy ez egy olyan gyermekirodalom, én azt mondom, hogy kulcs regénye, ami egy kicsit más, mint amit megszoktunk, hiszen humor van benne, a bonyodalmak természetesen nem hiányozhatnak, és hát azért vannak benne székely dialektusok, archaizáló nyelvi világ, sok minden. Kezdjük talán az alkotói folyamattal, hogy honnét jött a gondolat, hogy ezt a meselegényt, aki elindul szerencsét próbálni, megalkosd? Hát ez alapvetően nem a közvetlen tartalomra vonatkozott a gondolat. Engem az nagyon izgatott, hogy miután a magyar népmesék általában nagyon rövid, pároldalas történetek, hogy lehet-e egy hosszabb, nagyobb lélegzetű mesefolyamot papírra vetni úgy, hogy az megőrizze a magyar népmese alakjait, fordulatait, jellemző, jellegzetes szituációit. És én, hát nyilván voltak azért példák is előttem, Méhes Lajosnak a Szikraferkó című meséje, vagy tehát vannak azért ilyen mesék, de hát mondom, megpróbálkozom vele én is. Tehát ez sugallt azt, hogy... Ugye ez egy pályázatra készült, azért ezt mondjuk. Igen, nem? 2000... Nem. De. Ez az édesanyanyelvünk. Az édesanyanyelvünk pályázata, Hiller István minisztersége alatt hirdették meg 2004-ben, igen, ami hát tulajdonképpen egy pánmagyar pályázat volt, mert bárki a világon, aki magyar nyelven írt, az pályázhatott Ausztráliától a Karibi-szigetekig bárhonnan, és hát természetesen Magyarországról is. Ennek több kategóriája volt, vers, próza, meseirodalom, meg irodalomtudományi tanulmányok, stb. És hát én erre adtam be ezt a mesét, ahol egy harmadik díjat sikerült kapnom érte, aminek nagyon örültem, csak hát amit utána vártam, hogy ez majd kiadásra kerül, vagy legalábbis könnyebben találok rá kiadót, hát ez a rész ez nem jött be. Így hát aztán 2012 volt már, mire ez kiadásra és nyomdába került.
És hát utána, amennyire tudom, sikeres volt a könyv. Székesfehérváron is én elég sok visszajelzést kaptam arra nézve, hogy ez nagyon tetszik, nagyon jó alapmű, stb. De böngészgettem, van ez a MOI nevű elektronikus lap, ami a könyvmolyoknak készül, és hát ott is véleményezték többen a könyvet. Szegedi könyvtárnak a gyermekrészlegéből is nagyon-nagyon kedvező vélemények jöttek, és hát Luzsica István költő az új könyvpiacban egy nagyon jó recenziót jelentetett meg. Igen, én egyáltalán nem csodálkozom annál is inkább, mert hogy hiányoznak a mesék ma. Legalábbis azok a mesék, amelyek megőrzik az egykori népmesei hangulatot, illetve én azt mondom, hogy fontos, hogy azok a mitológiai kincsek ismét megjelenjenek. Tehát itt pedig a főhős, a világváltó neveti sincs, a segítői, az ellenfelei is azért ismert vagy kevésbé ismert alakjai a népmese világnak. Tehát ez tudatos volt, gondolom. Igen, ez abszolút tudatos volt. Sőt, hát igyekeztem nem csak a mesehősöket, a legfontosabb magyar mitológiai alakokat átemelni ebbe a mesébe, hanem a mese fordulatait is, tehát, hogy a banyánál 3 napot kell szolgálni, meg tehát ismerjük ezeket, ilyeneket is. Ebbe óriási segítségemre volt az alakok vonatkozásába Ipoly Arnold püspöknek a Magyar Mitológia című nagy szabású munkája, még a 800-as évek végéről, ami rádöbbentett arra, hogy hát bizony, néha-néha azon kapjuk magunkat, hogy mondjuk a görög mitológiát jobban ismerjük, mint a sajátunkét. És hát ez aztán végképpen megérlelte azt az elhatározást, hogy ennek a könyvnek így kell lennie. Ugye valljuk meg, azért törpékre, boszorkányokra, szellemekre szükségünk van. Hát feltétlenül, mert hát ezek a lények, hát ha úgy tetszik, bizonyos tulajdonságok, mentalitások, szándékok, lelki alkatok, az emberek szándékainak és lelki alkatainak a sűrített leképezései, tehát egyértelmű kifejeződései annak a világnak, amiben mi magunk is élünk. Tudatos volt, hogy folytattad ezt az újban, tehát gondoltál rá az első kiadása után a sikereket követően, hogy ennek lehet folytatása hasonló stílusban. Nyilván most ugye itt a második a meselegény története, hogy új sárkány születik, legény tündérfelesége van már, Déli Bábnak hívják, és elindul megmenteni a mesevilágot. Tehát ez egyenes folytatás, kicsit másként természetesen, de tudatosan indítottad úgy, hogy azért egy kicsit tekintsünk vissza az elsőre is? Eleinte az első után én közvetlenül nem gondoltam arra, hogy na most akkor mindjárt írjuk egy másodikat. Néha Jolá János a kiadó, aki az elsőt kiadta, a Magyar Napló vezetője volt, és tulajdonképpen ő tette a bogarat a fülembe azzal, hogy nagyon szerette volna, ha én átírom az első rész végét, mielőtt ő kiadná, hogy hát akkor a Déli Báb nevű
feleségnek és a legénynek gyermeke szülessék. De hát én ezt akkor nem akartam megvalósítani, mindegy, ennek ellenére ő tényleg kiadta a könyvet, viszont beletette a bogarat a fülembe ezzel a gondolattal, hogy tényleg mi lenne, ha egyszer gyermek születne ebből a házasságból, és ez addig, meddig motoszkált a fejembe, míg arra gondoltam, hogy hát akkor lássunk neki egy második résznek, ami valóban hát arról szól, hogy új sárkány jön létre. Tehát ez mondjuk benne van az első rész végén is, hogy miután már ott elrendezték a sárkány dolgát, akkor beszélgetnek róla, hogy ami kígyó tehet, addig új sárkány is születhet abból. És ezeket a szálakat kezdtem én el felkutatni az első mesébe, amiken aztán tovább lehet indulni. Így születik meg az új sárkány, az új gonosz gondolata, és így hívják vissza a legényt, aki akkor már a tündér feleségével nem is a mesebiroda, nem is a mesevilágban él, hanem annak a határán, de kívül a mesevilágon. Visszahívják a mesevilágba, mert hogy úgy állnak a dolgok, mintha lenne egy új sárkány. És hát akkor a legény természetesen ezt dolgának érzi, hogy visszatérjen a mesevilágba, ott hagyja a házát, és a tündér feleségével, az akkor már várandós tündér feleségével visszatérnek a mesevilágba. És hát akkor itt kezdődik az újabb. Igen, ez nagyon fontos, hiszen apja-fia, természetesen lesz egy tátos paripája, ami szintén kicsi és új, tehát a Csikófi, és akkor ott vannak a többiek, akik azért visszatérőek, mármint a mesevilágból, tehát az óbeszédű törpe, Pilinkó, Tilinkó, Kilinkó, a házimanók, aztán az öreg Griff, az almásderes, de aztán vannak ördögök és gonosz megszemélyesítő új karakterek. Hogy lehet ezt így felépíteni, hogy egységes egészet képezzen? Mert azért, ahogy a beszélgetésünk elején mondtad, a rövid mesék azok voltak éppen egyszerűek. Ez viszont egy teljes nagy történet, amit minden egyes oldalon végig kell kísérnünk, hogy értsük a történetet. Hát... Ez egy mesefolyam. Ez egy mesefolyam, nem tudom, lehet, hogy sokaknak ez most nem lesz szimpatikus, amit mondok. Pap Gábor művészettörténésznek van egy elmélete, ami az asztrológiával hozza kapcsolatba a magyar népmeséket. És ez szerint, az elmélet szerint egy magyar népmese egy teljes asztrológiai kört ír le, tehát a Bikahavától újra a Bikahaváig, tehát végig megy a teljes csillagkép sorozaton. És e szerint alakulnak benne a történetek. Én láttam előadásait ez ügybe Pap Gábornak, és tehát nekem bizonyította azt, amit mondott, tehát a saját elméletét több népmesét hozva fel példaként, és annak az eseményei, a különböző fázisai tényleg valóban megegyeztek ezzel az asztrológiai körrel. És hát akkor megint kíváncsi lettem, és a téma mellé egy, hogy mondjam, egy szakmai vagy szerkezeti
érdeklődés is párult, hogy vajon én tudok-e így egy ilyen rendszerben egy mesét szervezni, és azt tapasztaltam, hogy mindenféle vázlatok, amiket csináltam, hogy ezek teljesen csodálatosan, szinte maguktól helyükre találtak, és így kialakult egy mesefolyamnak a vázlata. Most ebből persze az lett, hogy bár a szereplők azok továbbra is nagyrészt a magyar mitológia alakjai, a cselekményben már sokkal kevesebb a népmesei fordulat, hanem elkezdett a dolog a saját öntörvényű módján szerveződni és alakulni, és hát néha-néha azért felcsillan még benne olyan, ami hagyományosan a népmeséinkben megtalálható, de már ez nem annyira jellemző a második kötetben, mint az elsőben volt. Hát ott ugye az volt a cél eleve, hogy ezekből a hagyományos fordulatokból álljon össze egy hosszabb történet. Itt már más volt a cél. De ez egyébként meggyőzésem, hogy rendkívül kihívás a szülőnek is, aki olvassa, mert a gyermek előbb-utóbb rájön, tehát figyeli azt az ívet, és ráismer, rálel, megszereti az egyes szereplőt, de a szülőnek, aki olvassa, az egy különleges feladat. Igen, és hát olyan véleményt is hallottam, hogy a gyermekkel együtt nagyon élveztük ezt a dolgot, illetve hát az sem titok, hogy ismerek egy-két kifejezetten felnőtt olvasómat, aki mind az első, mind a második részt olvasta, és szerette, és élvezte. Igen, hát az élményszerűség az megvan benne, hiszen ez a szertágazó cselekmény, ez nagyon-nagyon fontos. Igen. Hát ez 9-től 99 éves korig. Jó, hát mondjuk ez nekem olyan szempontból nem új, hogy én magam is még mindig rendszeres meseolvasó vagyok. Szeretem nagyon a meséket, meg hát még a színházas korszakomban, hát ott is ugye azért kiderült az, hogy számomra ez a dolog fontos, mert hogy a Pelikán teremben gyakorlatilag mindig kellett legyen mese a műsoron. Szóval nekem ez fontos, és vannak mesék, amiket én is nagyon-nagyon élvezek. Hát aztán sajnos ez valóban, ahogy mondtad, ez egyre kevesebb. Milyen visszajelzések érkeztek? Hiszen az ünnepi könyvféten láttam, hogy azért folyamatosan jöttek hozzád aláírást kérni. De nyilvánvaló, hogy ez egy fontos a szerző számára is, de ami még fontosabb, hogy aki megvásárolja, itt az elmondottak alapján is, valamivel szembesül, ami 21. századi is, ugyanakkor ugyanúgy a mesevilágba röpít bennünket, mint a adott esetben, amikor mi voltunk gyermekek. Igen, hát ami hozzám érkezett, az hát talán ez a dolgok rendje, és nem szabad, hogy hagyjam magam becsapni ettől, de hát az általában a tetszés. Nagyon gyakran miután, hát ugye ez most jelent meg, tehát még alig volt ember, aki elolvashatta, vagy erről a könyvről mondhatott véleményt, de hát az elsőt mindenki nagyon dicsérte. Remélem, hogy ezzel is így lesznek majd az emberek, ezt majd egy pár hónap múlva ősszel. Hogyan tovább? Csodálkoznék, ha nem lennek meg terveid. Hát, bár ez még korai talán, de nyilvánvaló, hogy dolgozol valamit. Hát
semmiképpen nem korai említeni, nem tudom. A könyv szerkesztője, aki ugyanaz a Luzsica István költő volt, aki az elsőről azt a kedvező recenziót írta, ő erősen kapacitált engem arra, hogy hát itt most már jönni kell egy harmadik résznek is, mert hogy van néhány elvaratlan szál az első végén, ami hát végül is nem elvaratlan, de úgy el van kenve, tehát éppen ott vannak olyan fonalvégek, amiket föl lehetne, illetve hát szerinte föl kellene venni. Hát ugye itt egy sárkánnyal megint kevesebben vagyunk persze a végére, úgyhogy hát nem tudom. Végül is ezt magam is érzem, hogy igaza van, tehát be kéne fejezni ezt a hosszú-hosszú történet folyamot. És hát nem idegen most a gondolat tőlem sem, úgyhogy valószínűleg nem kell majd 12 évet várni egy újabb harmadik részre. Csináltam már néhány vázlatot, és hát nyilván ezek még nem állnak össze történeté. Tehát én általában azt szoktam a vázlatokat addig rakosgatom, amíg az egy egészé össze nem áll, és csak akkor kezdem el megírni a könyvet, mikor már csak azzal kell foglalkozzak, hogy hogyan írom meg, tehát a stílusával, a beszédmódokkal, a nevekkel, elnevezésekkel, földrajzi nevekkel, stb. Na most itt a fölvehető szál, a legerősebb, az, hogy ennek a második résznek a végén az apja fia, a Csikófi és a Pilinkó nevű házibanó, ezek útra kerekednek, és az apja fia haza akar menni abba a házba, ami már a mesevilágon kívül esik, és ahol a legény lakott a déli bábbal, a két rész között. Két rész között. Na most ez talán az a szál, amit igazándiból föl lehetne venni, és hát hogyha ez így fog majd esetleg történni, akkor ezek a kalandok valószínűleg ebbe a világba, tehát a mesevilágon kívül, vagy nagy részt a mesevilágon kívül fognak zajlani és folytatódni, és hát nagyon afelé hajlik a dolog, de hát erről még nem tudok biztosat mondani, mint az elején beszéltünk, hogy tündérekre, meg sárkányokra, meg ördögökre szükség van, nekünk szükségünk van, és akkor azt válaszoltam, hogy ez a mai világunk embereinek a kivetülései tulajdonképpen ezek a lények. És az például kibontakozhat a dologból, hogy a két világ hogy viszonyul egymáshoz. A való világ, és mit keres ott az apja fia mellett a Csikófi, meg a házimanó, illetve a mesevilág, és a kettő hogy viszonyul egymáshoz, és egyáltalán mi keveredik ki ebből. De hát mindez még egyelőre csak feltételes mód. Akkor nincs kétségem felőle, hogy megvalósul, és ehhez kívánok neked
nagyon sok erőt, egészséget, stb., hiszen az ötleteid a hegyekben vannak, ha úgy tetszik. Viktor, köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok minden gyermekes szülő, minden felnőtt és minden töpörtyű nagyocska nevében. Köszönöm szépen. Én köszönöm szépen az érdeklődést, és köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Az elmúlt héten az ünnepi könyvhéten megjelent Adorján Viktor Világváltó neve sincs a meselegényről beszélgettünk. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.